Na, sziasztok! Az Így öld meg sorozatunkból megint a Sekiro-ban vagyunk. És most megmutatom, hogy hogy lehet viszonylag könnyen megölni Kenichirót. Vagy ha nem is könnyen, de így. Így a jó. Először mindig lőni fog egyet és ütni. Azt ki kell defektálni, és utána csapni kell. Nekem most bent van ez a Praying Strikes Exorcism, ez egy három ütéses kung fu mozdulat. Ez egy nagyon jó kis posztcsergyilkos dolog. Ezt szoktam csinálni Genichiroval, meg Isinnel is, meg még néhány másik ellenséggel, hogy ütök egyet a karddal, és a három darab kung fu mozdulatot betolom utána rögtön. Ez azért jó, mert ezt nem lehet deflektálni, tehát ezt mind a hármat be kell szoknia, és majd csak utána tud visszatámadni. 1, 2, 3. Együttés, kung fu. Persze, amikor retkanjizik, akkor ilyet nem lehet. Amikor felugrik, mindig oldalra ki kell térni. Együttés, kung fu, kung fu. Együttés, nem talált az ütés. Kung fu. Jó kis postcsergyilkos dolog amúgy. Azt ugye lehet látni. Az a baj, hogy nincsen HP-m, úgyhogy ez most kell. Együttés, kung, kung, fu, kung, fu. Igen, amikor körbe szalad, akkor mindig csinál egy ilyen hatos kombót, most vagy elfuttok előle, vagy kideflektáljátok. Paf, paf. Együttés és kung, fu, kung, fu. Amikor sok magas posture van, mindig fel fog ugrani, lőni. Erre számítani kell. Na. Csak ügyesen. Kung fu, kung fu. Kung fu, kung fu. Megint felugrik. Egy ütés, egy, kettő, három. Hopsz. És nyissz. Fész egy. Egy ütés, kung fu, kung fu. Oké. Hát ezt beszopjátok maximum, hogyha nem szúró támadás csinál, de ez nem fáj olyan nagyon. Kung fu, kung fu. Egy, kettő. És már csinálja is a nagy kombót, ilyenkor meg lehet gyógyulni. Ó, megszakítja? Ha! Egy ütés és kung fu, kung fu. Ki kell ugrani, és megint egy ütés, kung fu. Op. Egy ütés és kung fu, kung fu. Egy ütés, egy, kettő, három. Mániája lövöldözni, mikor sok a nagy a posture csíkja. Egy ütés, egy, kettő, három. Egy, kettő, hoppá. Így né. Folyamatosan támadni kell, hogy ne lankadjon itt a posture. Egy ütés, és egy, kettő, kung fu. Kung fu. Egy. És akkor mindjárt jön a Phase 3. A Phase 3-at mindig egy ugrószúró támadással fogja indítani, azt azonnal ki kell mikirizni. És utána lehet ütni mind a hülye gyerek. Hopsz, egy mikiri. És akkor addig ütöd, míg fel nem ugrik. Kiugrasz alóla egy jobbra dodzsal. De addig ütöd, amíg ennyire nem szabad ütni. Mert beszopjátok, mint én. Egy. De addig kell L1-je spamolni, amíg fel nem ugrik. Jó, ebbe most belehaltam, de nem baj. Elfutunk, megnyomjuk ezt, mindjárt rám ugrik megint. Mindig, amikor healeltek, jó messzire kell futni. Mert különben rátok ugrik. Na, már megint megkaptam, pedig csak fel kellett volna ugranom. Itt a heal, mindjárt ideugrik, Mikiri. Egy kung fut is megkapja. Ki kell ugrani alóla. Egy, kettő, három kung fu. Egy ütés. Ah, mondom, kung fu, kung fu, kung fu. És kész. Leszúrtuk a kung fuval.
Érdemes úgy bejönni Genichirohoz, hogy van 9 darab gordatok, mert lehet szerezni előtte, amennyit, mielőtt ide jöttök. Illetve... Hagyjál már sok hülye felugró szarra. Ja, mert persze, már átvezető videóban azt nem tudom felhozni a menüt. Szóval 9 gorddal érdemes ide bejönni. Minél többet tudok gyógyítani, annál jobb. Illetve 16 vitalitivel, meg 4 attack powerrel. Van annyi boss és miniboss, hogy ezeket mind össze tudjátok szedni. És akkor kicsit nagyobb a hibatűrés. De szerintem így a leggyorsabb és legkönnyebb lezúgni Genichirót. Na, sziasztok!